Mondjunk nemet a szankciókra. Ezzel a címmel tartottak politikai fórumot Pécsen. Házigazdaként Hoppál Péter az eseményt megelőző sajtótájékoztatón azt mondta, szeretné tájékoztatni körzetének választóit, hogy miért is van nézetkülönbség a kormány és Brüsszel között, ezért szerveztek fórumot. Mit is jelent mindennapjainkban az Európai Unióval kapcsolatos nézetkülönbségünk, és miért szeretnénk, hogyha ez a félre sikerült szankciós politika ez a helyére állna, és hogy a normalitás visszatérne, és hogyha a Magyarország a megérdemelt és neki járó forrásokat rendesen megkapná. Ezért hívták el vendégelőadónak Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt, aki minden kormányülésen ott van, ismeri a döntések hátterét, mondta a politikus. Szerdán érkezett a hír, az Európai Bizottság támogatja a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítás segítő uniós források lehívását lehetővé tevő magyar terv elfogadását, ami 5,8 milliárd euró, vagyis 2300 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználását teszi lehetővé. A kormány szóvívő reményét fejezte ki, hogy sikerül megállapodni egy másik alapról is. Reméljük, hogy az év végén alá tudjuk írni azt a partnerségi megállapodást is, ami pedig a Magyarországnak járó kohéziós források megindulásához szükséges. Ezektől, az aláírásoktól azt várjuk, hogy 2023-ban teljes egészében meg fognak tudni majd érkezni, illetve megindulnak, és majd meg is érkeznek azok a Magyarországnak járó Európai Uniós források, amikre természetesen a magyar kormány is joggal tart igényt, és a magyar emberek is joggal tartanak igényt. Ez további 7,5 milliárd eurónyi keret, amelynek most a felfüggesztésére tettek javaslatot a bizottságban. Továbbra is az a véleménye a magyar kormánynak, hogy a szankciós politika nem járható út. Erről is beszélt Szentkirályi Alexandra. Azt látjuk, hogy a brüsszeli szankciós politika, azt tulajdonképpen kimondhatjuk most már, hogy az zsákutca, az zsákutcába vezette Európát, és azt látjuk, hogy ebből a zsákutcából a leginkább azzal lehetne kikeveredni, hogyha a szankciós hibás politika helyett most már az egyetlen kivezető út a béke irányába tenne Európa és Európa vezetői minél ölesebb lépteket. A kormány mintegy pajzsot tartva segít az árstoppokkal, a rezsihez nyújtott támogatással, ami átlagban havonta minden családnak 180 ezer forint megtakarítást jelent, de védik a vállalkozásokat is, így a munkahelyek megőrzésében is segítenek. Európában egyedül a magyar kormány kíváncsi arra, hogy mit gondolnak az emberek a szankciókról, amelyek most megnehezítik minden család életét. Ezért indították el a nemzeti konzultációt, amit már sokan kitöltöttek. Erről is beszélt a kormány szóvivő.